Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Vasmiút 47-57 előtti területen. A jelenlegi párhuzamos parkolók helyett merőleges beállású férőhelyeket alakítanak ki. Lasszing Leitner Fruzsina, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, az átalakítási munkálatokkal 12 parkolóval lesz több ezen a részen. Térköves merőleges parkoló bővítés lesz, 12 darab, és ezzel együtt még voltak vízmegállási problémák, úgyhogy vízelvezető rendszerfejlesztés is végrehajtanak, illetve lesz egy intelligens gyalogátkelő helyünk is. A parkolók bővítését tervezi a képviselő a Liszt Ferenc kertben is. Az ehhez szükséges tanulmányterv már elkészült, de még folyamatban van az engedélyeztetés. Most folynak a padóknak és a szemeteseknek a kihelyezése. Ugye a körzetemben már tudnélik ezek az utolsó részek, hiszen már, vagyis az utolsó szakasz, hiszen mindenhol teljesen új padok kihelyezése és szemetesek lesznek, illetve szeretnénk elkezdeni a Liszt Ferenc kert parkoló bővítést is, hiszen a tanulmányterv az már kész, viszont még engedélyezési folyamatban vannak, hiszen ott egy nagyvárosias lakóövezet alá tartozik, és további engedélyezési tervekre van szükség, ami már megrendelés alatt van. Az új parkolóhelyek kialakításának munkálatai várhatóan pár héten belül befejeződnek.